Érdi az úr. Ki ez elúgy a gazdája? Magalla! Így szólott nagy nyers nyakason Matyi. Ennyeg az ember! Nem tudod itt ki az úr? Majd emberségre tanítlak. Hol vagyon a süveged? Mi ezen lúgyaknak az ára? Bényomvá süvegét, és megrázítván gocagányját. Három Máriás, úgymond párja, alíjjan, ahorjan. Kérde az úr, így adott fele árja? Ő biz az apja lelkének sem alá párját, egy kurta porítna. Dögrögi vág egyet sinkójával, nosza három fog megtoppon elő. Matyit a kastélyba cibálják, ludgyait elhagyják, és a kapu közt elejében 50 vágnak rá, melyet süvegelve faránál egy ispán híven számlált, és dögrögi bőrös karszékből szemlélt. Matyi így szólt, hogy felerezték. Én, uram, a fizetést köszönöm. Az Isten erőtárs életben megtart, majd megszolgálom. Azért csak rója fel a kapufély a fájára, hogy el ne felejtse. Háromszor verjeszken, de lúdas Matyi vissza. Ez csak alig végzé. Néhány zöldingesek agyba főbe verik, és kivették. Jól meghurcolva hajánál fogva, hogy a földet még a lábújja sem érte. Még húzták, húzták, még egyszer visszakiáltott. Aztán háromszor veri meg lúdas Matyi kendet,